Dezső András újságíró kollégával, kitűnő kötetek szerzőjével ülünk itt. Örülök, hogy itt vagy, jó reggelt. Legutóbb a mafiózókról írtál. Nem tudom, hogy ez a téma, amiről most beszélünk, ez odaillik-e teljes egészében, de az egyik szereplő biztosan, mert hát Portik Tamás azért ahhoz a világhoz tartozik. Portik gyárfás Portik, ugye ezt így emlegetjük mostanában, ahol hosszú évek után ítéletet hirdettek első fokon. Neked a várakozásodnak megfelelő lett az ítélet, vagy te is meglepődtél, mint egyébként sokan? Nem lepődtem meg. Az volt a kérdés, hogy elítélik őket vagy sem, hogyha az egyiket elítélik, akkor valószínűleg a másik is megy, és én azt gondolom, hogy tehát én számítottam arra, hogy elítélik mind a kettőt. Mi lehetett a meglepő mondjuk azok számára, akik meglepődtek az ítéleten? 26 év után született azért döntés ebben az ügyben, mindenki nagyon várta, hogy most már ez megtörténjen. Például ez önmagában egy speciális eset, 26 év után dönteni, konkrét bizonyítékok nélkül. Igen, ugye az egész történet kise, tehát oké, amikor megölték ugye Fenyő Jánost, akkor így városi pletykákban nyilván, mivel ismert haragosa volt Gyárfás Tamás, ezért úgy felmerült a neve. Ahogy másoknak is, például Prinz Gábornak, a postabank vezérének, de egy ilyen típusú gyilkosságot, ami nem arról szól, hogy oda megy egy kocsmai verekedésben valaki megöl valakit, hanem egy professzionálisan végrehajtott... Hát ez egy kivégzés volt. Igen, de hogy nagyon hosszú előkészület előzte meg. Tehát ezeket nagyon nehéz felderíteni, és főleg egy ilyen jellegű bűncselekménynél a felbújtást bizonyítani. Úgyhogy arra lehetett számítani, hogy nem lesz egy olyan hangfelvétel, ahol a Gyárfás Tamás mondjuk így a gyilkosság előtt ezt így elmondja, hogy akkor öljétek meg. De nagyon sok közvetett bizonyíték volt. És hát nyilván nem robbant volna ki ez az egész sztori, hogyha Portik Tamásnak az emberei nem kezdik el szorongatni Gyárfás Tamást mindenféle hangfelvétellel. Tehát így kezdődött, tulajdonképpen így lett gyanúsított Portik Tamás. Voltak éppen Gyárfás Tamás maga fordult a rendőrséghez, vagy az ügyészséghez, most már nem is tudom pontosan, egyfajta védelmet kérve. Egy bizonyos idő után, de egy ideig azért ő erről hallgatott, hogy hát így szorongatják, vagy így akarják szorongatni, és igen, miután a rendőrséghez fordult, a rendőrség megtalálta a zsarolókat, és megtalált egy csomó hangfelvételt is. Egyébként nem csak, tehát úgy beszélünk erről, mint hogy Portik Tamás csak Gyárfás Tamással folytatott beszélgetését rögzítette volna, de nem, mindenkivel, akivel találkozott. Nagyjából a bujkálás után, tehát 2003-2004-től követően, 97-től egyébként 2003-2004-ig bujkált, utána mindenkivel, akivel találkozott, lehet az gangster, üzletember, bárki, a beszélgetéseit rögzítette. Ez rengeteg irdatlan mennyiségű beszélgetés volt. Kicsit bizalmatlannak tűnik. Igen. Portik Tamás, így visszagondolva. Hadd kérdezzelek arról meg, hogy Gyárfás szerinted belesétált egy csapdába, eleve lehet, hogy ez így volt kitalálva, hogy addig-addig szorongatjuk, amíg a végén rendőrséghez fordul, és akkor felkínáljuk, hogy tessék, hát itt vannak az ügyek. Vagy igazából ez egy véletlen sorozat volt, aminek a vége meg ez a bírósági ítélet? Hát szerintem az ügyszereplői nem akarták azt, hogy bárki itt a rendőrséghez forduljon. Tehát akik Gyárfás Tamást mondjuk ezekkel a felvételekkel, vagy ezeknek a leíratával elkezdték úgy megkeresni és úgy nyomást gyakorolni rá, ők pénzt akartak, nem pedig azt, hogy a rendőrséghez forduljon Gyárfás Tamás. Ennek nagyon egyszerű oka van. Portik, amikor bekerült 2012-ben a börtönben, akkor hát elszakadt tulajdonképpen a kint maradt embereitől, bizalmasaitól, attól a körtől, akihez ő tartozott, és az a kinti embereknek ugye a pénze is elfogyott, mert ezek az emberek többé-kevésbé vagy részben, de valamennyire kötődtek ugye pénzügyileg is Portik Tamáshoz. 2012-ben fogták el Portikot, Gyárfás 2017-ben, tehát akkor már 5 éve rácsok mögött van Portik, akkor kezdték el szorongatni. És biztos, hogy nem az volt a céljuk, hogy ez így kiderüljön. De mondjuk a bizonyítás, hogy az eljárás során egy ilyen hangfelvétel mekkora bizonyító erővel bír? Mert többször elő szokott kerülni az, hogy mindenféle GDPR-ra, jogokra hivatkozva, hogyha az illetőt nem tájékoztatjuk arról, hogy ezt ugye felvesszük, akkor valójában minden ilyen elhangzott állítás az semmisnek tekinthető. Tehát, hogy ilyenkor van-e súlyozva mondjuk egy-egy ilyen bizonyíték, hogy ennek bizony van fajsúlya, ott elhangoznak benne olyan információk, amire lehet alapozni.
Itt nyilván azt kellett megnézni az eljárás során, hogy manipuláltak ezek a felvételek, a szakértők megmondták, hogy nem, nyelvész szakértőt is megkérdeztek, nyelvész szakértő több ezerszer hallgatta végig a felvételt, így itt arra is választ kell például kapni, és ezt is bűnügyi nyelvész adta, vagy kereste erre a választ, hogy van-e közös titka ennek a két embernek, aki beszél ezen a felvételen. Magát a kontextust is vizsgálják. Hiszen itt ugye a 2000-es években készültek ezek a felvételek, tehát akkor történt a beszélgetés, és ugye Fenyő Jánost pedig a 90-es években ölték meg 98-ban, tehát nyilván úgy beszéltek eseményekről, és egy eseményről, és ugye ott a Ezt volt fontos kideríteni, hogy vajon a fenyőgyilkosságra gondolnak, vagy nem tudom. Hát igen, de mire gondol a költő című kérdés, igen, amit az irodalomban viccesen meg szoktuk fogalmazni, az a kriminalisztikában egy megengedhető, elfogadható bizonyíték, és ezzel most nyilván nem azt kérdőjelezem meg, hogy a bíróság joggal ítélte, hanem mondjuk annak adok alapot, amit a védőügyvédek mondtak, hogy hát itt igazából nem volt semmi, ami a bíró kezében volt ezeken a hangfelvételeken túl. Hát azért nem csak ez volt, voltak ugye ezek a hangfelvételek, és volt ezen kívül például Portik Tamásnak egy gyerekkori barátja, fiatalkori barátja, aki végig egészen egyébként 2020-ig mellette volt, mármint az egyik zsaruló volt egyébként, vagy az egyik olyan ember, aki ebből pénzt akart csinálni a felvételekből. Ő egy teljesen más gyilkosságügyben 2020-ban egyességet kötött a rendőrséggel, és nem csak ugye ebben a témában, hanem minden más témában beszélni kezdett. És például az ő vallomása, ő a 4-es számú tanú volt, az fontos volt, hogy ő 97. szeptemberében a vallomása szerint Portik Tamás utasítására felkereste Gyárfás Tamást, és megmondta neki, hogy Horváth Tamás azt üzeni, hogy meg lesz oldva a probléma. Ugye ez a fenyőgyilkosság előtt volt nem sokkal. Természetesen Gyárfás Tamás azt állítja, hogy ilyen találkozóra nem került sor. Tehát volt ilyen, ez is bizonyított. Van egy elkövetőnk is, aki viszont már ugye börtönben van. József Rohács szerepe, vagy az ő állításai például számítottak itt a vizsgálat során? Előkerült egyáltalán, mert most Portikról és Gyárfásról hallunk, meg az ő állításaikat halljuk, de egyébként nem is nagyon merül fel, hogy mondjuk mit állít az, aki meg lett bízva a gyilkossággal, hát, és el is követte. Igen, hát őt ugye már elítélték a fenyőgyilkosság miatt, mint végrehajtó. Tehát ez egy olyan gyilkosság volt, ahol előbb megvolt a végrehajtó, mert a DNS-ét megtalálták a hátrahagyott sapkában, amit a gyilkos ott hagyott a Margit körúton. Tehát már rég elítélték Rohácsot, amikor még nem volt meg a felbújtó, és nem volt bizonyítva, de fontos szempont volt igen az is, hogy ki az, aki Rohácsot ismerte, és aki más gyilkossági ügyekben Rohácsnak megbízást adott, és a Sportik Tamás volt, nem pedig nem tudom én XY, és ilyenkor nyilván a személyi összefonódásokat is vizsgálják, tehát kiölte meg Rohács. Rohács melyik a világi körhöz tartozott? Portik Tamásék köréhez. Vajon Portik Tamás féle kört ki ismerte? Hát az már kiderült ugye évek ezelőtt, hogy Gyárfás Tamás és Portik Tamás ismerte egymást, egy ilyen ingatlan csere is volt köztük. És hát a 2000-es években ugye elkezdtek találkozgatni, és beszélgettek egy közös titokról. Tehát azért ezek így összeállnak, nyilván nem közvetlen bizonyítékok, és itt mérlegel a bíró. De ami például szempont volt, hogy a mérlegelte a bíró Gyárfás Tamásnak a kérdésekre adott válaszait, magyarázatát, hogy igen, miért nem fordult rögtön a rendőrséghez, amikor ezek a bűnözők megkörnyékezni. Ő azt mondta, hogy fél tőlük, igen, de akkor, amikor viszont már a rendőrséghez fordult, akkor már nem fél tőlük, stb. Tehát végig vette az ő védekezését. Teljesen természetes, hogy Gyárfás Tamás védekezik, teljesen természetes, hogy Portik Tamás is előadott védekezik. Ugye ő is azt mondja, hogy ártatlan, mármint Portik is. Ezek teljesen normális dolgok. Itt nyilván nagyon sok bizonyítékot. Mi lehet most itt a cél a továbbiakban, akár is ugye elsősorban most ez még nem egy jogerős döntés, tehát fellebbezni fog mind a kettő elítélt. Az, hogy az ő személy... Az ügyész is tegyük hozzá, mert ő meg súlyosításért fellebbez. Igen. Szóval, hogy a két érintett most Gyárfás és Portik személyére vonatkoztatva, hogy az ő esetükben és személyük esetén történjen most már valami, 3 évtized elteltével, vagy hogy egy egész olyan alvilági rendszert és hálózatot tudjanak felgöngyölíteni, és most már véget vetni ennek, ami a felszín alatt vélhetően azóta is ott van, vagy más szempontból, de ott van. Tehát, hogy meddig vihető tovább még ez az ügy egyáltalán?
Szerintem ezt az alvilági hálózatot ezt már felgöngyölítették. Igen. Tehát itt azért Prisztás József, Aranykéz utca, van egy gyilkosság, egy 99, tehát több gyilkosság van, amiben azért az elköveti kört, a megbízói kört, ezt fel sikerült göngyölíteni. Nyilván ez volt a legnagyobb port, ez kavarta ugye a fenyő, ügy amiatt is, mert nem egy alvilági figura az áldozat, hanem egy vállalkozó, aki nem ez a körhöz tartozott. Itt igazából jön a másodfok majd, és akkor... Te vársz izgalmat? Vársz valami olyan fordulatot, ami Gellert adhat az elsőfokú ítéletnek? Én megmondom őszintén, nem. Tehát látszott, itt az elsőfokú ítélet előtt volt egy közjáték, ugye Portik Tamás fia, legidősebb fia leöntötte a bírót. Én szerintem ez nem egy véletlen akció volt, hanem Portik Tamásnak egy utolsó próbálkozása arra, hogy egy bírócserét elérjen, és kitolja ezt az elsőfokú ítéletet, tehát hogy ne minél tovább húzza az eljárást. Tehát Portik Tamásnak volt egy stratégiája, hogy minél később legyen első. Hányszor cserélt ügyvédet? Nagyon, 7-szer összesen. 7-szer. 7-szer. Tehát neki volt ez a stratégia. Itt az ítélet hirdetés előtt mondta is a bíró, hogy tudomásul vettem, hogy ismét ügyvédet szeretne cserélni, ítéletet fogunk hirdetni. Tehát, hogy no way, befejeztük. Igen, ez nem jött be ez a stratégia. Tehát igazából itt már lefutottak ezek a dolgok. Gyakorlatilag olyan szervezet, tehát egy szervezetbűnözői csoportnak a végét látjuk már nagyon régóta. És... Nézzük ezt gyárfás szempontjából. Ugye van egy médiavállalkozó, hozzáteszem egyébként egy kiváló újságíró pályafutása kapcsán, ezt jegyezzük meg, aki békében éli az életét, már a nyugdíjas éveit, és egyszer csak felfeslik a múlt. És most persze, hogy kézzelábbal tiltakozik az ellen, hogy ő bármit is elkövetett volna, és joggal mondja, hogy hát nem tudnak rám mutatni, hogy ekkor és ekkor azt mondtam, hogy öld meg, tehát én ártatlan vagyok. Az ő védekezése kaphat még új szempontokat? Valószínű, hogy nyilván ő folytatja azt a taktikát, amit eddig, vagy azt a védekezést, ez teljesen természetes. Ugye nagyon fontos, hogy itt az elsőfokú ítélet nem azt mondta, hogy ő felbújtó, mert Gyárfás Tamás, tehát ő nem mondta a Portik Tamásnak, hogy öld meg, vagy ölesd meg, hanem az ötlet a Portik Tamástól érkezett, hogy van egy ilyen megoldás. Akkor Gyárfást miért ítéltek el tulajdonképpen? Ő bűnsegéd. Az azt jelenti, hogy nagyon egyszerűen, hogy maga az ötlet, hogy megöljük Fenyőt, az a Portiktól származik, a bűnsegéd pedig ráerősít erre. Támogatja. És ezért van az, hogy ő ugye 7 évet kapott Portik Tamás, pedig nem csak azért, mert felbújtó, hanem más ügyek miatt is ugye életfogytiglan. De hogy ez egy olyasmi történet az én fejemben, amennyiben elfogadjuk, hogy az első fokú ítélet igaz, hogy Portik Tamás tudta, hogy neki olyan dolgot kell csinálnia, amivel hát kicsit így, hogy így fogalmazok, lekötelezetté tudja tenni Gyárfás Tamást. Az alvilágban az alvilági figurák sosem csinálnak szívességet, csak úgy jó fejségből. Tehát mindig van valami hátsó szándékuk. Ez különösen Portik Tamásra igaz. És neki volt az meg a 90-es években, az a mondjuk így nagyon furcsa lehetősége, infrastruktúrája, hogy megölessen valakit így, ilyen módon. Tehát erre Magyarországon magyar bűnöző nem nagyon volt képes rajta kívül, vagy ezen a körön kívül. Ugye József Rohács egy professzionális bérgyilkos volt, és neki mindegy volt, már igazából már megölt annyi embert, tehát neki az, hogy most elintézik Fenyő Jánost, ez nem volt egy munka a sok közül. Egy munka a sok közül. Ő Szlovákiában is nagyon sok embert megölt, Rohács. Tehát, hogy valójában tett egy nagyon nagy szívességet Portik Tamás Gyárfás Tamásnak, és a hangfelvételek visszatérve, amikor a 2000-es években ugye elkezdtek újra beszélgetni, és azt mondják, hogy na nézd meg, te hol vagy, és én hol vagyok, és milyen jó jött neked, hogy most már nincs az ember, hát ez az, ami az ő taktikája volt a Portiknak. Köszönjük, hogy erről beszélhetünk. Fogunk még, mert hogy ez az ügy, ez messze nem ért véget. Ugye nem csak a másodfokokán, hanem van is erről még mit beszélni. Dezs András, köszönöm szépen. Köszönöm.